A forgatási helyszínt a Gunda étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. A Lillás reggeli már a Facebookon is követhető. facebook.com/lillásreggeli Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom, egy csészényi kedvesség, egy cseppnyi szenvedély, és egy jó beszélgetés Paul Lillával. Édesapja ösztönzésére ment a műegyetemre, ahol 3 évig autómérnöknek tanult. De amikor 1961-ben felvették a Bartók Béla konzervatóriumba, az eldöntötte a jövőjét. Első együttese 1958-ban alakult meg, ifjúsági jazz együttes néven. Amikor a beat hullám Magyarországot is elérte, közönségük fogyatkozni kezdett. A fiatalok gitárzenét akartak hallani, és nem fúvósokat, ezért a zenekar 1964-ben kibővült egy gitárossal, és más shadow számokat is játszott. A képzett zenészekből álló együttesnek komoly becsülete volt a szakmában, mindenhova hívták őket. Tagcserék után 1967-től 2,5 évig nyugaton, Svájcban, Németországban és a skandináv országokban vendéglátoztak. Hazatérés után már a jazz és a soul rock olyan egyvelegét játszották, amely fúziós zeneként igazából csak néhány év múlva lett itthon igazán kedvelt. 1969 őszén megnyílt a saját klubjuk. Demjén Ferenc, az invenciózus komponista és a karakteres hangú frontember belépésével új fejezet kezdődött a Bergendi Együttes életében. Az 1970. december 31-i szilveszteri tévéműsor révén országszerte népszerűek lettek, s ez a sok sikert és slágert hozó korszak egészen 1976-ig tartott. Kiszolgálták a közönség ízlést, de eleget tettek a szakmai elvárásoknak is. 1976 után a jazz-rock hullámot megpróbálták meglovagolni, de kevés sikerrel. Néhány jazz-fesztiválbeli koncertlemez után 1980-tól sikeres mesejátékokat, gyermekalbumokat készített az együttes, Süsű, a Sárkány, a Futinka utca és a Sebaj Tóbiás. Az 1980-as évtized elején megalakította a Bergendi Koncert Tánc Jazz és Szalon Zenekart 12 taggal, amely a 20. század mindenfajta könnyű zenéjét, tánczenéjét adta elő showszerű előadásmóddal. A magát 1971 óta kopaszra nyíró, korpulens zenész az egykori ifjúsági parkban ismerte meg leendő feleségét, akit 1966-ban vitt oltár elé, s 2 gyermekük született. A mai Lillás reggeli vendége Bergendi István, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett Liszt Ferenc díjas előadó művész. Lehet, hogy a fiatalok nem, hogyha így ránéznek, akkor nem első pillanatban tudnak beazonosítani. Azonban, hogyha mond az ember 2-3 dalt, 2-3 mesét, 2-3 filmzenét, akkor rögtön tudják, hogy kiről van szó. Jelen pillanatban, ugye Bergendi István, aki a beszélgető partnerem, egy olyan helyzetet foglal el a magyar művészvilágba, zenébe, aki nagyon széles íveket írt le a pályáján, és nagyon széles amplitúdójú színuszokat írt így is, és valahogy így is. Nem is tudom, hogy lehetne megfogalmazni. És ezt értem a sikerekre, az újrakezdésekre, a kudarcokra, és értem arra is, hogy annyira sok skálán mozgott az életed, ami hát sok embernek is beleférne az életébe. Amikor te fiatal mérnökként nekiindultál a pályádnak, akkor egy percig nem gondolkodtál azon, hogy te mérnökként fogsz dolgozni, vagy pedig, tehát egy eleve elrendelteted, hogy zenész leszel, és kell azért valami diploma? Hát amiről most beszéltél, az 1958-ban zajlott, úgyhogy most lehet számolni, összeadni, kivonni. Gyököt vonunk belőle. Én elmúltam 75 éves, akkor még csak 18 voltam, még 18 se. Úgyhogy akkor kitűnően érettségiztem, mint az utána következő évben az öcsém az is kitűnően érettségizett.
Először nem vettek fel a műegyetemre. Osztályidegen voltál? Tessék? Osztályidegen voltál amiatt? Én nagyon osztályidegen voltam. Az anyám az kulák lány volt, uh-huh. az én enyém kulák csemete, én pedig természetesen egyéb. Apám az, nem is folytatom. Szóval ő pedig valami egészen más, ő valami, még a, hogy mondjam, valahonnan az őskori magyarság, vagy talán a bergeni család, ahogy jött Magyarországra, és Franciaországból, Litvániát, igen. Lengyelországot érintve, és úgy került el valahogy ide a magyar területre, de akkor még Nagy Magyarország volt, 150-200 évvel ezelőtt, több mint 200 évvel ezelőtt, és hát akkor még most is ott élnek a bergendiek. A bergendi név az a Vágvölgyében, ami tőlünk északra fekvő területeket jelent a Vágvölgye. Körülbelül olyan, mint Magyarországon, Nagy Magyarországon a Kovács. Uh-huh. Tehát annyira sok van belőle. Uh-huh. Tehát ebből került át, aztán a későbbi Magyarország területére apám úgy, hogy ők ugyancsak ketten-hárman voltak, később hárman, de az ő apai ágon a bergendi családnak 12 fiú gyermeke volt a nagyapámmal együtt. Az igen. Tehát 11 fiú testvére volt a nagyapámnak. Na most képzeld el, hogy mennyi ember ez. Nem tudom. Szóval már a következő tételben nem tudom, bár mondjuk volt köztük egy, aki pap lett. De ott nem lettek gyerekek. Ott nem lettek gyerekek. Vagy nem lehet tudni, plébános vagy legyek rossz. Viszont ő mint pap, plébános, ő őrizte ezeket a papírokat, tehát a kutyabőrt ő őrizte. Csak amikor rátörtek, bejöttek a szovjet felmentő csapatok, teljesen szétbombázták a plébániát, amiben bennégett minden, természetesen a mi kutyabőrünk is. Úgyhogy azóta csak volt kutyabőrös nemesek vagyunk. Na mindegy, ez nem volt egy de jó. Egyébként akkor a felvételi... A felvételi, maga a felvételi, uh-huh. az maximális pontszámot érte meg. Mindenben. Uh-huh. Csak én Szolnokon nevelkedtünk, Szolnoki az édesanyám, ebből a kulák családból. Ja, ott is van még egy történetem. Hát a kulák családban ott voltak négyen testvérek, három fiú és anyám volt az egyetlen lány a testvérek közül, és az ő bátyja, aki a második volt a négyesben, az ő bátyja Patai Mihály, az festőművész, és annak itt van néhány méterre, néhány kiállítva, néhány fametszete. 1937-ben megnyerte. Itt a Szép Művészeti Múzeumban. Igen, itt a szomszédban, igen. És 1936-ban beadott egy pápai fametszetet 12. Piuszról, és azzal nyerte meg a nagy díjat, az olaszok nagy díját. Most számomra szerencsétlenség volt, és aztán utána kimaradt, Nápolyban élt egészen 42-ig, amikor Magyarország is belépett a háborúba, akkor hazahívták, és akkor orosz front, és 49-ben engedték haza. Na, szóval a lényeg az, hogy ő elnyerte a legmagasabb kitüntetést, csak a legmagasabb kitüntetésnek is volt ám egy neve. Egy neve. Ja. A neve. Úgyhogy ezt már ki sem merem mondani. Na. Mert olyan, mint a Kossuth díj, akkor, abban az időben az ottani uralkodó nagy politikusról volt elnevezve. Tehát, aha. Na, Mussolini díjat kapott? Ő Mussolini díjas volt. Azt a mindenit. Na most ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve, nem tudod, mit jelent. Hazaengedték Magyarországra, 49-ben a szovjet hadifogságból, mert ugye fogságba került, 49-ben hazaengedték, hát mondjuk nem is tudom, mikor lett vége a háborúnak, de nem 49 az biztos. 49, hát ráhúzott szegény egy pár évet. Hát ott ráhúztak, igen. Ott még mondták, hogy csináljon ezt, azt még, aztán azt meg kell csinálni. Aztán hazajött, és megengedték, hogy visszamenjen a Szolnoki művésztelepre, mert ott volt a lakása.
ott a művésztelepen kijavinni, mindegy. Szóval volt ott egy-két nagyon híres ember, aki később lett nagyon híres, ő nem lehetett híres, mert neki megmondták, hogy odengedik, de vegye tudomásul, hogy amíg itt ez a rendszer áll, amíg ez az ország áll, addig ő nem lehet festőművész, nem lehet semmilyen művészeti ággal nem foglalkozhat, tehát nem csinálhat semmit, csak műszaki rajzoló lehet. Úgyhogy ment és tussal húzta egészen 56 tavaszáig, amikor meghalt. Na, azért mondom, hogy a családról azért valami. Egyébként ez azért érdekes, hogy ezeket itt elmondtad, mert tulajdonképpen ugye vannak erős indítatások, nagyon erős szálak, nagyon erős művészi hajlamok, és a fölállni tudás mindegyiknél megjelentkezett tulajdonképpen, és az, ami a te egész életedre is jellemző. Hát én megmondom őszintén, én akkor, amikor följöttem, szóval én maximális pontszám megkaptam, hogy sajnos hely hiány miatt nem vehető. Ezt megkaptam júliusban, és aztán augusztus 25-e, 26-a körül jött egy ajánlott levél, hogy mégiscsak felszabadult egy hely, úgyhogy menjek. És onnantól kezdve elkezdtem szeptember 1-től az egyetemet, a műegyetemet, és akkor ott laktam a Szentkirály utcában a rádió hátsó portájával szemben. Ott akkor hallani is lehetett a zenét egy húzomban, nem? Nem, ott volt a közlekedési karnak, a közlekedési karnak, ott volt a saját tanulók részére a kollégium. Uh-huh. Ott volt minden emeleten, és a földszinten meg volt egy csodálatos terem. Hát ez nem tudom már milyen kastély volt, ezt meg kéne nézni, hogy milyen palotának hívják ezt. A rádió hátsó Szentkerületi bejáratával szemben van. De most valami Fidesz központ. Kulturális, na mindegy. Szóval akkor nem az volt. Akkor. Na és akkor ott kezdtem el, de most körülbelül 2 hétig, tehát szeptember 15-ig úgy rendben mentek az események, de hát ott akkor azonnal jött valami. Megkérdezték, hogy ki tud valami komoly. Ja, hát először is, hogy ki nem tanult még oroszul, kérdezték a 450 embert a műegyetem nagy csarnokába. Tehát akkor és 50... én ott ültem, igen. Én mindig kitűnő voltam oroszból, hát oroszból is. Hát már 8. koromban beszéltem oroszul. Erre nem volt kötelező, de én beszéltem. Na most erre föl egyszerűen meg voltam rökönyödve, amikor látom, hogy egy csomó ember fölteszi a kezét. Azonnal átfutott az agyamon a gondolat, hogy hát ez egy óriási lehetőség. Én is föltettem. Tehát én jelentkeztem, hogy én még soha nem tanultam oroszul. Így indult az egyetem. Ami azt jelenti, hogy egy kötelező tantárgy letudva. Mert azt én már most jobban tudom, mint amikor, ha most kezdeni kell tanulni, és elvégezni. Na, így indult. Ezt nem is gondoltam, látod akkor, hogy mire ment ki ez. Jó, tehát ügyes. Erre. Na most, ami azt jelenti, hogy sok alkalommal, sokszor nem kellett bemennem 8-ra, csak 10-re. Uh-huh. Mert reggel 8-tól 10-ig volt az orosz. Jó. Na most, de aztán bementem, és elővizsgáztam belőle. Igen. Uh-huh. Ugyanúgy elővizsgáztam persze ábrázoló geometriából is, de amikor még le se adták az anyagot, mert azt is értettem. Uh-huh. Azokból a tárgyakból, amit nem kellett tanulni, azokból azonnal meg volt a vizsgám. És akkor tulajdonképpen évvégéig kihúztam, és utána mindenre elmentem el semmiből vizsgázni, mert fél évkor már előre levizsgáztam az egész évet ábrázoló geometriából. Tehát úgyhogy akkor az történt, hogy hát mese nincs, évhalasztást kértem. Na de azért, de nem azért, mert én nem akartam tanulni, akkor már nem akartam, de nem azért történt az egész, mert nem akartam szeptemberbe tanulni, hanem azonnal megismerkedtem egy csomó muzsikussal Budapesten. Úgyhogy körülbelül 2 hét után nekem játszottam a műegyetemi szimfonikus zenekarban, a második klarinétot fújtam, és életem első zeneakadémiai föllépése is a műegyetemi szimfonikus zenekarral, a
Schubert 7. befejezetlen szimfóniájában futtam a második klarinétot az Államakadémián. Ez fantasztikus érzés volt. Ez volt mondjuk november végén, november közepén, november végén. Tehát ott egyszer műegyetemi szimfonikus zenekar, aztán azok a zenésrácok, akikkel én jazz játszottam, meg mindenféle zenéket játszottunk, akikkel találkoztam, bemutatkoztunk, közgázra hívtak át, és közgázal én úgy jöttem össze, hogy onda engem hívtak, hogy ugyan gyere már, nézd meg, van ott egy rock and roll zenekar. Aztán volt ott egy jazz zenekar is, és aztán a végén abba beléptem, és annak én lettem a vezetője. Tehát volt egy rock and roll zenekar, amelyikben játszottam, volt egy jazz zenekar, amelyikben játszottam, és volt a Tóth Zoltán Big Band. Akkor az a negyedik volt, mert volt a szimfonikus is, igen. Tehát azért mondom, hogy ezekre kellett állandóan próbára járni. Na most, hát emellett nekem nem volt időm arra, hogy én tanuljak. Én akkor már tudtam teljesen, hogy ez a dolog már letudva, de anyámik, apám és anyám, szegények mindent megtettek azért, hogy a gyerekeik, beleértve engem és az öcsémet, azok nyugodtan tudják elvégezni az egyetemet. Öcsit következő évben fölvették, úgy vették föl matematika szakra, abban a később végzett 7 magyar matematikus közé, akik közgazdász matematikusok, úgy vették föl, hogy nem kapta meg, ő egyetlen egy 4-ese volt matematikából. Azért, mert a nagyszülőknek politikai ellenfele volt aki a igazgató helyettes, aki a Verseny gimnáziumnak a pártitkára volt, stb. Szolnokon. Tehát nem adta meg, azt tanította az ötöst. Nem adta meg az ötöst, azt tanította a matematikát. Öcsit utána fölvételével matematikára vették föl egyetemre. Hát láthatod, hogy ez nem olyan egyszerű. És úgy került öcsi a közgázra. Én pedig egy műegyetemre elvileg. Tehát édesanyám még, amikor följöttek az öcsém leérettségizésén nyarán, tehát fölvételje után, amikor följöttek Budapestre, akkor eladták a szolnoki házukat, illetve elcserélték egy üzlethelyiségre. És egy üzlethelyiségből adtunk 1966-ig a Erzsébet királyné után. Azért jöttek föl, hogy veletek legyenek, és hogy tudjatok tanulni? Igen, hogy megadják az állandó biztos hátteret nekem, mit tudom én. De akkor nem kellett titkolóznotok, hogy hát én nem is akartok egyetemre járni, mert kellett, nektek ott mert apám, zene. Apám azonnal, amikor azt megtudta a következő év, öcsi is fönn volt, öcsi is járt már oda, és akkor megtudta, hogy én nekem semmiféle szándékom nincs, hogy én befejezzem, sőt már most akkor már készültem a második év falasztást beadni. Összesen háromat adtam be. Három év falasztás. Na szóval apám azt mondta, hogy na, ez nem megy, ki vagy rúgva a házba, hát a házból. Üzlethelyiségből. Azonnal ki vagy rúgva, azonnal munkakönyves állás. Jó, ember van a zenész, de a zenész akarsz lenni, akkor munkakönyves állás. Jó. Akkor elmentünk a nagy cirkuszba. Hát a haverok mind ott voltak. A Heinemann volt akkor a nagy cirkusznak a vezetője. Oda mentem, néhány hangot elfújtam neki klarnéton. Jaj, ez kell nekem pont, első szakszofon, első klarnét, odaütsz, jó? Kottát ismer, hogy ne ismerném. Jó. Volt egy, nem is volt próba. Akkor még nem a mostani cirkusz állt, hanem a régi, a fából kész, fából ácsolt, ezennek a tetején volt a zenekar, és ott a manésbe ott jöttek be. A zenészek igen, is, igen. Nem a zenészek, hát hanem a fellépők. A koralisták. A fellépők. Igen. Az állatszámok is. Most egy ilyen egyhetes, vagy ötnapos, vagy egy, ilyen hosszú bemutató volt, szokott lenni most is évenként a Fővárosi Nagycirkuszban egész Európára. Mindenkinek. Magyarország ebből a szempontból is eléggé nagy hatalomnak számított, már akkor is, sőt, még régen is, és még akkor is, meg már most is, a mai napokban is. Szóval akkor neked azt kell csinálnod, hogy akkor ott vagy, és minden reggel ezekkor 9-kor kezdődik, jönnek a külföldi menedzserek, csak azok ülnek lent, és ezt egy hétig ki kell bírni, ez egy nagy meló, mert naponta 10-12 órát kell ezt csinálni. Ki fogod bírni? Ha? Ki van, persze. Borzasztóan örültem, közölték velem, hogy holnap, hogy jöjjek be 8:30-kor, mert
a holnapi napon, hozzam a munkakönyvemet, meg is van még a munkakönyvem, elhozhattam volna, hogy jól vagyok. Na, szóval nekem tulajdonképpen az egészben az volt az érdekes, hogy apám azt mondja, hogy most akkor anyám is rábólint, hogy igazi zenész vagyok, akkor ebből fogok megélni, még hogyha nem járok egyetemre, akkor is. Akkor elismeri, ezt ő elismeri. Ha munkakönyves zenész állásom van. Munkakönyves zenész állásom van, stb. Akkor megkaptam, az előző héten megkaptam a működési engedélyt, és akkor bementem. Tehát a hivatásos működési engedélyt. De akkor megvolt, mert akkor már bejártuk az egész országot a két latabárral, meg a Kelinyi zenekarral, meg szóval Gonda Jancsival, aki a Kelinyi zenekarnak a zongoristája volt. Ez is mindig szerte jár az agyam most, hogy kérdezett, mindig mondták, hogy bementem a jazzkonziba. Ugye akkor még csak jazzkonzi volt, 35 évvel. Bementem, és a mostani kollégáim, meg is barátaim közül nagyon sokan ott voltak, és mindenki, még a Deák Tomi is magázodott, ilyen tartása volt a Gondának. És a Gonda Jancsival én imádtam, hogy hátba vágtam meg, ő is hátba vágott, szia Pista, szia Jancsi, mi van, hogy vagy? Azt akartam, menjek oda tanítani, mert nem vagyok én erre alkalmas, mondtam. És akkor 20 éves lehetél, 20-21-22. Én 19 éves koromban játszottam együtt a Gondával. Igen, tehát azért mondom, hogy akkor már... 25, akkor már, mit tudom, hányadik zenei doktorátusát akarta, hány kandidátusát akarta letenni éppen, mert ilyen őrült. Zseni volt, igen. Na most, tehát senkivel nem tegeződött az egész szakmába, de az öregekkel se, mindenkivel csak ilyen távolságtartó magázás és biztos ismered. Uh-huh. Szóval mindenki lefagyott a környezetébe. Na, csak ugye Jancsira jutott eszembe. Itt játszottam, ezt éltem, közben a közgázon ment a zenekar, a Tóth Zoltán Big Band-en játszottunk, itt-ott, amott, lemezeket csináltunk, elkezdődött a jazz élet, mert az ettársak azt hitték, hogy na, akkor most engedélyezzük a jazz, mert a jazz az igazi, és akkor lesz jazz iskola is, meg ez is, meg jazz klub is, meg mindenféle. Akkor elkezdtünk játszani az ifjúsági parkba, 62 őszén. Azért választottak bennünket, mert ez olyan zenekar volt, amik nincs kondis vagy zeneakadémista volt. Uh-huh. Mindenki. Tehát azt jelenti, hogy jött egy énekes, kitette a kottáját, akkor megkérdeztük, hogy oké, milyen hangnemben, jó, hát egy kis terccel lejjebb, most fáj a torkom, vagy mit tudom én, mondta a Vámosi, vagy az Árai, vagy a Német Lehel. Jó, hát akkor játszok kis terccel lejjebb. De most jó hangom van, most meg egy hanggal följebb, mint a múltkor, és úgyhogy összevisz. Tehát ahhoz zenészekkel lettek, így van. Ahhoz zenészekkel lettek, ugyanúgy, mint ahogy a fiam is kim volt ebbe. Amit az nem bele, a Zsadon Andrával beszéltem az előbb, hogy a gyerek, a fiam, meg az nem veled beszélgetünk. Nem. Jó, mert már összefolyik minden, látod, vén hülye vagyok. Egyébként ezért volna az mindig, hogy amikor beülünk beszélgetésre, és előtte akarnak velem beszélgetni, és nem szoktam. Én beszéltem, igen, is. Igen, mert akkor már nem tudja az ember, hogy kit beszélgetett, vagy itt bent. Szóval nem velem beszélgetted. Akkor azt nem veled beszélgettem. Szóval mi van a fiaddal? Mert a fiam is zenész lett természetesen. Teljesen természetesen. És, szintén zenész. Igen. És a kismenyem is, az első kismenyem, akitől elváltak, a Nára Erika, azt kérdezték éppen, hogy az miért vártak meg, hogy hát ki tudja ezt. Hát nem én vagyok, a fiam felesége volt, de mindegy, a Kamilla az viszont már az én unokám is. Tehát, úgyhogy a Pisti azóta is kim van, bejárta Amerikát, mindent. Szóval ahová egy zenész eljutatott, mindenütt volt, játszott a Rocky Horror Show-ba egy évig. De jó. Az élő Rocky Horror Show, amelyik egyik nap Stockholmban volt előadás, két nap múlva, mit tudom én, Madridba, utána Rómába, aztán Bécs, utána Párizs, így járták egész Európát egy éven keresztül. És
Hát ott is olyan volt, hogy hát ott még nehezítve volt a dolog a Pistivel. Ez 1995 körül lehetett, 94-95 körül, amikor elvégezte ő a Zeneakadémiát. És hát úgy került be oda, hogy hát ott is, hogy Kottát ismer, hát persze, hogy ismerem. Na te uh-huh. tényleg ismered, tudod, ez a szemben. Hát tényleg ismerem. És játszál, akkor tessék. És azokkal a szerzőkkel, aki megírta, meg azokkal a fiatal, nagyon tehetséges, de rendkívül tehetséges, én hallottam azt az előadást, Európában valahol, már nem tudom, Olaszországban, Milánóban, vagy hol. És hallottam, hát olyan hangok voltak, hogy csak itt tátott szájjal néztem. A fiatal, ezért sztárok, Broadway sztárok, tehát a Broadwayről jöttek. Aha. De azért jöttek, mert ez később kiderült, hogy ezek kiderültek, próbáltak egy hónapig, aztán beértek. Pisti nem is lakott más, vagy csak Sheraton, mit tudom én, Hilton, Sheraton, meg olyan szállodákban, amik a nevét sem tudom, annyira exkluzív. Mert ezek ott laktak. Na most ezek azért jöttek Európába, mint később kiderült. Nem azért, mert ők annyira vágytak ide, hanem azért, mert amerikai állampolgárnak, nem tudom még érvű van-e ez a bizonyos rendelkezés, erről az ilyenekről általában nem beszélnek, amerikai állampolgárnak 2 évig Európában nem kell fizetni egy fillér adót se. Semmiért. Tehát abszolút nettó kapja a pénzt így a kezébe. És megilleti. És nem kell vele elszámolni. Ezért jöttek ezek a fiatal Broadway-sztárok. Ha úgy érte, egy éven belül nem lesznek jó, ilyen vagy olyan, akkor elvállalta a Rocky Horror Show-t, egy európai turné, és akkor uh-huh. egész Európába, oda-vissza egy évig. Na, Pisti is úgy volt ott egy évig. Úgyhogy, és hát aztán Amerikába. Csak így van, tényleg a gyerekről akarok, én a zenészekről akarok most mesélni, de hát miután ő egy másik generáció uh-huh. már tőlem, utánam, sőt kettővel talán még lejjebb is van. A Pisti az, és az ő társai, azok vagy ismerik a Kottát, és teljesen up-to-date, tehát teljesen okék ebben a dologban, vagy pedig nem ismerik, és akkor viszont egész más tudnak, vagy egész másképp gondolkodnak uh-huh. ezekben a számítógépes üzemben. Itt nem Kotta, meg nem minden elmélet, meg csak úgy, na mindegy. Most ezt most ne keverjük bele, de nem akarom belekeverni. De hozzátartozik valahogy a mai zenei élethez, hogy hogyan alakul élet, át. Igen. És milyen tudásra van szükség? És akkor kim voltak? Valami másfél évig kim volt a Bahamákon, ami mondjuk nem egy rossz hely. Igen. A világ legnagyobb hajóján játszott. De úgy, hogy az ő zenekaruk, az csak a show-ba, az evening show-ba volt. Az evening show pedig 45 perc. Hogyha sokan voltak, akkor kétszer 45 perc. Aha. Este the showtime, ezekor 9-kor, meg 11-kor. Na most, képzeld el, hogy utána a kezébe a pohár, hát nem mondom, hogy ilyen pohár volt, de ilyet, ezt is szereti. Kezébe a pohár, és a világ legnagyobb hajóján, ahol rajtuk kívül 11 zenekar játszott. És ott ment és ismerkedett a zenészekkel, az énekesekkel. Mert ott szorod be 11 zenekart. Igen. Hát szóval, az egy hatalmas nagy szám. És ők voltak azok, akik összesen 45 percet. És azt mondták, hogy jött ti 45 percet? Igen, már a többi az játszott darab, este 7-től. A Pisti egy darabig válaszolt nekik, hogy hát az úgy van, hogy tudod, mert hogy ezt kell csinálnunk, meg azt kell csinálnunk, meg oda is jönnek a sztárok. Hetenként kétszer, uh-huh. vagy hetenként egyszer. Helikopterrel ráteszik a hajóra. Igen. Ott vannak két este. Igen. Ja, 20 perc alatt kell lepróbálni az esti 45 perces műsort. 20 Igen. percük van rá, és ezek olyanok, mint annak idején a Vámosi Zárai volt Magyarországon. Se kutya nem ismerte a országhatáron kívül. Most is nem ismerik. Európában, még Mexikóban se ismerik azokat a hatalmas sztárokat, akik Amerikában az első számok, akik népszerűbbek voltak annak idején, amikor Elvis Presley volt. Még a Presleynél is népszerűbbek voltak. Azért, mert ők a nép
nek a kedvencei voltak. Tehát ezeket borzasztóan ismerik Amerikában, ez nem múlik el. Tehát azok lehetnek 70 évesek, 65-70, 75 évesek is. Hogyha azok leteszik, mint a Frank Sinatra vagy a többiek, akkor az... Akkor megalapozta az életre, na most igen. Ilyenek jöttek oda neki. És az, a végén a leegyszerűsítve annyit mondott mindig csak nekik, gyerekek, figyeljetek ide. Meg kell tanulni zenét, meg kell ismerni a kottát, és akkor nek ti is játszottok 45 percet, így meg játszottok 13 órát. Egyébként pont ez jutott az eszem, az én ex-férjem, a gyerekemnek a papája is játszott ugyanígy ilyen luxushajon, és mondta, hogy ez tényleg az volt, és így, ahogy mondott, hogy helikopterrel hozták a célközösségnek megfelelő legnagyobb sztárokat, persze. Megérkeztek, leszállt a hajóra, hozták a kottát, letették, egy de és kész. De azért a 45 percet, 20 perc volt rá. Igen. És akkor beleérte a végszavazásokat, angolul igen, Igen. Tehát ott olyan kottistának kellett lenni. És angolul is olyannak kellett lenni, mint a született angol. Igen. Tehát ott nem volt kecmet. Este viszont só. És egyszer lehet mellé fújni, vagy este. Annyi. Kétszer már nem. Mint ahogy a Rocky Horror Show-ban is ezt meséltem, hogy amikor beszállt a bandába, akkor egy hét múlva, körülbelül egy vagy két hét múlva telefonon beszéltünk, mert nagyon ideges volt meg minden. Azonnal alkalmazták, amikor kipróbáltak egy röviden, és akkor majd egy hónapos próbaidőszak alatt, amíg beáll az új csapat, akik most jöttek éppen Amerikából, a teljesen új fiatalok, akkor majd lehet pihenni, hogy utazgatunk Európába, meg jól érezzük magunkat, meg kifekszünk a napra napközben meg. De itt 13-14 órás napi próba. Igen. Na most ebben viszont benne volt, hogy két hét múlva azt mondta a fater, beszélünk telefon, azt mondja, már angolul álmodok. Akkor tudtam, hogy most már teljesen helyén. Tudni, ott nem lehet, mentek Magyarország, nem akarok neveket. Pisti akart odavinni. Ez egy skót és amerikai zenekar volt. Skótok és amerikaiak. A banda, akik fönn voltak a színpadon. Ott előttük kis ezek. Ilyen kis képernyők, és azon is láttak mindent, meg fönn is voltak, benne is voltak, meg kívül is voltak, meg érted, ebben is közben ment ez a magyaroktól talán csak az által is ismert a Rocky Horror Picture Show, a filmből ismert történet, ami elég zűrzavaros szólt, azt követni kellett. És magyarokról is több barátját beajánlott. Nem akarok neveket mondani, mert ebből csak nem akarom. De a következő. Elment, aztán talán Salzburgba elment az egyik srác Magyarországra, egy fúvós, és hát már a fúvásra se volt, azzal se volt minden rendben, de az még elment volna, csak amikor ott áll a Pisti és beszélget a színészekkel, vagy a szereplőkkel, meg neki az utolsó hordár, aki vezette a kamiont, az is a barátja volt. Szóval ő ilyen barátkozós típus. És ő beszélgetett, és a félfüllel hallja, hogy nagyon vagy, mindjárt leütöm, mondja a másiknak. Tudnék, a srác nem tudott angolul a magyar. Legalább ő azt hitte, hogy tud, és akkor kezdtem magyarra fordítani, ahogy magyar, hogy apukám, csak nem képzeled az, hogy... És akkor jött ez a magyar zenész duma, megfordítva, lefordítva, ő lefordított angolra. De ez úgy sikerült megsérteni a dobos, hogy a dobos le akarta ütni. Na most, tudod... Hát, azért mondom, na most ott a próbán az úgy ment, hogy ott ült a szerző középen, 13-14 órán keresztül, és akkor beszélgettek. Magyarázta ennek, hogy csinálja, hogy alakítsa, hogy riszálja a fenekét a lány úgy, hogy fiúnak tűnjék. Meg, szóval ez egy nagy, ha valaki ismert darabot, akkor tudja, hogy nagyon nem egyszerű dolgokról van szó. Hogy énekeljen, mit csináljon, hogy viselkedjen, és amikor beszélgetnek, és ott ül körbe az egész stáb, mindenkinek a kezébe a hangszer, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor onnan, ahol bejön a másik szereplő,
a másik oldalon. Akkor onnan jó, még egyszer. A van, a two, a van. Na most egyszer meg lehet csinálni, hogy nem szállsz be. Tehát neked követni kell azt, hogy mit viccelődnek. Milyen utasítások? Igen, mit viccelődnek, és beszélgetnek egymással. Nem azt mondja, hogy hanyadik bekezdés, akkor ott mert akkor azt mondja, hogy most akkor ott, amikor onnan bejön, jó, a van, a two, a van, és ha nem száll be, akkor ott, akkor katasztrófa. Mondom, először még nem figyelt, mert learoltak ott tájér, vagy a második esetben, ha még egyszer előfordul, akkor már megköszönték neki a szereplést. De viszont úgy fizették, hogy na, csak úgy mondom, nem magyar gázs, nem magyar sztárgázsit kapott ezek szerint. Nem magyar sztárgázs, magyar miniszteri. Jól elkalandoztunk. Miniszteri beszélünk, igen. Jól elkalandoztunk az 50-es, 60-as évek elejétől, hát a cirkusztól kezdve. De tulajdonképpen olyan szempontból nagyon érdekes, hogy megvolt a magyarországi, és tehát az 50-es, 60-as évek pályakezdése és a zenész tudás szintjének megfelelő munka lehetőség, és a akár mostani, most a nemzetközi téren. Egy biztos. Zenélni tudni kell. Akkor lehet boldogulni, hogyha valaki tud kottát olvasni, ha jó a hangszerébe, és hogyha tehetséges, és érzi a muzsikát. És akkor még egy nagyon érdekes dolog, ami szintén itt történt meg, hogy itt nincs mese, érted? Teljesen mindegy, hogy most ismeri a kottát, vagy nem ismeri. Azóta is az egyik legjobb barátja egy olyan harlemi, pontosabban chicagói, de most már Harlemben élnek a szülei meg a rokonai. Egy harlemi néger, bocsánat, nem néger, nekem megmondta, amikor először azt mertem mondani, hogy a néger haverod, erre azt mondta, a pater, ha még egyszer azt mondta, hogy néger, többet nem hívhatsz föl telefonon. Ezt mondta. De ennyire szigorúan veszik kint? Nem, ő veszi szigorúan. Ja, ő. Ő ugyanúgy veszi, mint az a legjobb barátja azóta is. Úgy hívják, hogy D. Az a neve csak, hogy D. Tehát D. Mr. D. Ő az a neve. Eszeveszett tehetséges, rapper. Rapper énekes. Ez úgy énekel, mint a Michael Jackson körülbelül. És úgy rappel, hogy a Pisti volt ilyen, ezek a spanyol hasonló zenekarokkal játszottak, és hát megy a szöveg, megy a zene, ezek a rap mai hangzások, és kínál a srác, és dumál. És olyanokat beszél, hogy azt a kis piros ruhás, ott a második sorban, azt tudod, mit csinálnék veled, és közben ritmikusan mondja a rap szöveget. Na most ezt senki nem érti. Az amerikaiak, a született amerikaiak nem értik a feketéket, vagy a fekákat, amikor így beszélnek. Azóta is már nagyon vigyázok. Mondhatom feketének, mondhatom színesnek, de a néger szó el ne hagyja az véletlenül sem számat. Na most... Ez a srác kinnált elől, az egyik legjobb barátja valamelyik hajón, ezen a nagy hajón is ismerkedtek meg, mert ő kezébe a pohárra járta, és gyűjtötte a barátokat. És hát szóval, és akkor hátra szól, Pisti, akkor kezdhetjük, a van. De ez benne a rap szövegben. Tehát benne, hogy szól hátra a Pistinek, hogy Stevie, már a Pisti, hogy mehet. Ami azt jelenti, hogy most jön a harmóniaváltás, amikor egy rövid énekrész jön, és utána megjön a rapper. Tehát, és közben előtte olyanokat mond, hogy a gyerekek azok leestek. Hát ott a spanyolok, akik voltak a zenekarban, volt egy német, meg két spanyol gitáros, meg dobos, meg egy német szaxofonos, meg egy skandináv. Valami trombitás. Fogalmuk nem volt róla, hogy mit beszél a díj elől. Tehát, mert ő azt a szlenget nyomja, amit már eleve, hogyha így neked tagoltan elmondja így az arcodba, akkor se értenek. Pedig érdekes. Mind ismert. Na most ezt mind meg kell tanulni. És ez a legjobb barátja. Tehát ezt csak azért mondtam, hogy mindegy, hogy valaki végzett ilyet, vagy végzett olyat, most mindegy, hogy valaki nem végzett, hogyha tehetségesek, és szeretik egymást, és emberileg össze, zenekar így alakul ki. Tudod, hogy mennyi időt szaladt el? 40 perc? És 10 maradt hátra.
És nagyon sok minden szóba került, csak éppen Bergendi Istvánról, meg a Bergendi zenekarról, meg azokról a dolgokról nem beszéltünk, amiről én eredetileg akartam volna. De nem baj, mert neked meg ez volt az érdekes jegy. De nem, nem. Ebben nincsen nem, semmi. Hát, ott volt, hát, mert mondtál, mondtad olyanokat, amivel én nem biztos, hogy egyetértek mindenben. 1958 óta én zenélek. Én csak a zenével foglalkozom. Sikerült ezt, mondom már az elején, kitripült szegény fat. Ja, és miért nem maradt, ott tértem el az egészben a helyre mondtól, amikor hogy be lehet hozni másnap reggel első nap lement volt, nagyon jó, mit tudom én, mondta a Heinemann, azonnal szerzőtett, vagy mennyire írod alá, hát mondom, két évre, na, egy év az kevés, mert a fater az kevesli, aha, akkor két évre, jó, két évre, holnap hozod a munkakönyvet. Megyek a munkakönyvre másnap reggelbe, viszem be, leadom 8:30. 9:00 elkezdődött a műsor. Műsor a következőképpen kezdődött. Azért mondtam, hogy a régi fővárosi nagy cirkuszban volt, amikor fából volt minden kiépítve. Nem volt vasbetonból, a fából volt a színpad, minden. Fönn ülünk, eljátszok a nyitányt, és jönnek be az elefántok. Na most az elefánt, a legnagyobb elefántnak elkezdett viszketni a háta. Oda ment a izéhez, hát akkor mi mese nincs. Oda ment a bejárati izéhez, aminek a tetején ott ült a zenekar, a 20 tagú zenekar, érted? És elkezdte vakarni a hátát. Az izének ezt csinálta. Na most én úgy megijedtem, megmondom őszintén, hogy talán azóta se annyira, soha több. Úgyhogy amikor vége lett a számnak, a elefánt számnak, már akkor is, mindenki a saját hangszerekbe kapaszkodott, meg a kotatartóba, meg próbálta menteni, hogyha egy fejjel leesünk, mi lesz. És mondtam, hogy kérem vissza azért. Úgyhogy fél óráig voltam a munkakönyves állásban. Hazamentem, és ezt elmeséltem az édesanyámnak, és visszatérek most abban a bizonyos üzlethelyiségbe. Elmeséltem neki, anya, hát nem, hát életveszélyben voltam. Megértelek, kisfiam. Hát ez szörnyű. Jött a fater, annak is elmondta. Na jó, rendben van. Akkor csináld, ahogy te legjobbnak látod. Utána 9 hónapon keresztül, amikor 7-5 napján turnéztünk, mert akkor éppen a Latabárok ki voltak tiltva Budapestről. Ez 1959 januárjától, vagy 58 decemberétől tartott 9 hónapig, amíg ők ki voltak tiltva, és addig jártuk az országot Latabárral. Táncos, hihetetlen lehetett. Hát képzeld el. Ott én voltam a legfiatalabb. A Latabár már azt mondta nekem, na kis szaxofonos, hány fagyit tudsz megenni Békés Csabán, ahol most a művelődési ház van? Nem a művelődés, a színház, a Békés Csabai színház, sarkon ott van egy ilyen fagylaltos. Mennyi fagylaltot tudsz megenni? Hát mondom, 20-25-öt. Na, amit megeszel, fizetem, de 20 fölött csak. Oda, de csak ha 20 fölött eszem. Úgyhogy 25-öt vagy 26 gombócot ettem meg. Azért mondom, hogy ilyen volt a Latabár. Különben este, hogyha valaki véletlenül egy kicsit be volt állítva, mert a színésztársai vagy énekesek, most nem akarom senkinek se rossz hírét kelteni. De előfordult. Idősebb akkori sztár színészek közül, meg zenészek közül, de nem is zenészek, zenészek az mi fegyelemben voltunk, mert fiatalok voltunk, hanem a énekesek közül. Van, aki már egy kicsit be volt, vagy hogy mondjam, mutassa, mint a lengyelek, vagy nem. Szóval amikor már ivott valamit, akkor nagyon haragudott rá, és ezeket én egy életre megjegyeztem. Ő azt mondta, a színpad mindig ott van, ahol én megyek, ahol én fölmegyek. Azt mondja, ez nem biztos, hogy most nekem, és a színház az, ahol ez a színpad áll, az a színház. Tehát ezt meg kell tisztelnie, ezt elmondta a társulatnak többször is, miután egy valakit azon eltávolított a csapatból, ivás miatt, viszont szóval, ha valakit meglátta,
akkor egyszerűen föl a lornyont, és hát az valami hatalmas nagy, ő ezt elmagyarázta. És az a színpad, és az a színház, nem biztos, hogy ha az egy istállóban van, vagy egy lefedett akármi, egy szénabogja, vagy egy szénatároló, az, ahol föllépünk. Ha én fölmegyek a színpadra, illetve mi fölmegyünk, de egyeszem első szemébe mondta, akkor az a színház. Nem csak a Zeneakadémia a fontos, nem csak az Erkel Színház a fontos, és nem csak a, mit tudom én, a Nemzet Színház. A színház, ahova én fölmegyek is. Tehát ezt nekem ugyanúgy tiszteletbe kell tartanom, és elvárom a közönségtől is. Hát frenetikus, hogy mi volt, hát elképzelhetett. Hát ki volt tiltva egész Magyarországról. Budapesten nem jöhetett be. Hát szóval... Ilyen időket éltünk. Egyébként igen. Melyik volt a legnehezebb időszak a zenész x éved alatt? Ha lehet azt mondani, akkor azt mondja, hogy 60. Ezt akartam mondani, hogy az eleje az, azt elkezdtem az elején mondani, hogy valamikor az elvtársak azt mondták, hogy hát akkor a jazzt engedjük a fiataloknak. Nem tudták, hogy most fiataloknak mi tetszik. Nem, fogalmas se volt róla, hogy a fiataloknak a rock and roll tetszik, akkor még csak rock and roll, akkor még nem volt beat zene. Meg a luxi zene tetszik, mert akkor a luxemburgi rádió játszotta. Igen. Ma már nem is tudják, hogy mi az a luxemburgi rádió volt. Az egész európai fiatalság ízlésvilágának a szintmérője. Na most én ezt hallgattam. Amerikát hallgatta, Amerika hangját, apám hallgatta a híreket, utána rögtön jött a Willis Conover a mély hangján, és folytatta a jazz műsorral. Tehát én 10 éves koromtól kezdve ezen éltem. Tehát 1949-50-től kezdve nekem ezek megvoltak. Ezek. Én mint húztam és fizipoloztam. A Szolnoki Dózsa volt a magyar bajnok 7 vagy 9 éven keresztül, most nem tudom, valamelyik páratlan, most már össze kéne számolni. A Kanizsákkal, a Tivadarral, a Hasznosokkal, a Boros Apival, a Kapussal is, az volt az alapja. Ehhez jöttek hozzá a pestiek, a magyar válogatott. A Kanizsa Tivadar és a Hasznosok, azok úgy jártak Amerikába, mint most, hogyha valaki kiugrik Bécsbe. Uh-huh. Azok így jártak Amerikába, mit tudom én, Angliába, Németországba, Japánba, Dél-Amerikába, járták a világot folyamatosan. És hogyha megjelent az első lemez, például a Billy Holiday-nek a de hogy Holiday, na, a One, Two, Three, Okak, Four, Okak, na mindegy, a Rocker on the Clock, Rock az óra körül című számot, azt én hamarabb hallottam a Szolnoki úszodába, a öltözőbe, ilyen tekerős magnol, mert hozták haza a lemezeket. A Kanizsa Tivadarnak ez volt a kedvence. Ez a fajta zene. Ő hozta haza a rockzenét. Akkor már rockzené, mert rock'n'roll megjelenése után kezdtek el rockzenéről beszélni. És később beatzenének hívták, majd utána az angolok azt mondták, hogy ez a rockzene. Na most, tehát a rock'n'roll megjelenése előtt is már minden lemez, ami elkészült és megjelent az egész világon, egy héten belül nálunk az öltözőbe szólt. Ott volt. Nem is kellett a Luxemburgot hallgatni. A Luxemburgot hallgattam, ezt, azt, amat. Tehát tulajdonképpen ebből az időszakból származik az, hogy nekünk nem kellett senkitől se félni. Mert nem értettek hozzá, ezt akartam mondani. Azt hitték, hogy a jazz az a... Én jazzzenész voltam, nekem ez nagyon jó volt, meg még az összes többi jazzzenész, de a jazzzenő nem azt értették, hanem azt a fiataloknak való zenét, amiért őrjöngenek a fiatalok, tudod, a 60-as években, amikor az amatőr zenekarok, azok nem jazzt játszottak, hanem beat zenét, rock and rollt, meg ilyeneket játszottak. Na most, tehát teljes tévedésben volt az egész kulturális vezetés. Mi meg ott voltunk, hát ha ők azt mondják, hogy jazz, akkor jazz, semmi baj. Legalább van jazzklub az Ifjúsági Parkban, a téli helyiségében, a Balaton étteremben volt, meg itt-ott, amott volt jazzklub, megnyitották, minden volt, a világon minden.
volt rá térés lehetőség, igen, hogy játszani lehetett. Mert nem tudtam. Közben... Hát boldog tudatlásság segített nektek annak idején, hogy akkor. És ez most még csak arról az időszakról beszéltem, ami a pályám kezdetén volt. Na most a zenekarommal világ életemben mindig egyetlen egy nagyon fontos szempont volt, az, hogy a zene az jó legyen. Ha nem jó, akkor lehet akármilyen népszerű, azt mi el nem játszottuk. Na, ezt komolyan mondom. Ez végig ez volt. Na most, de hát azok a zenék, amiket csináltatok, azért végig nagyon-nagyon jók voltak. Igen, én legalábbis... Időtállóak. És ezeket mi válogattuk ki, mi alakítottuk. Nekünk olyan magasra volt saját magunk által téve a mérce, mert senki nem értett hozzá. Hát ma meg már mindenki ért hozzá, ma most már emberek... Hát olyan, mint a foci. Tehát ahhoz is mindenki. Emberek most valaki írt jazz történetet Magyarországon, én nem tudom kicsoda, valami szörnyűség. Hát nem akarok semmit sem mondani, erről csak azt mondom, hogy borzasztó. Ugyanolyan borzasztó, mint ezek a mai televíziókban állandóan, folyamatosan lezajló, mit tudom én, mik ezek versenyek? Tehetségkutató versenyek. Nem tudom. Egy legközelebbi beszélgetésnek lesz a témája. Én nem azt mondom, hogy egy-kettő nincs közöttük, de az, ha valaki tökéletesen megtanul valamit, és leutánoz valamit, hát nekem nem mondja senki semmit. Szóval, és a baj az, hogy ezeknek az idősebb generációjával, a mostani, az idősebb generációval, megint nem szabad neveket mondanom, mert sértődésem belőle, azokkal én találkoztam is állandóan. Tehát mindig találkoztunk. Mondjam azt, hogy a Könnye Enikő nálunk volt, az a hosszú magas szőke, a Bergenti Koncert Tánc Jazz és Szalonzenekarban, amelyből csak a szalonzenekar lett, hogy a szalonzenekar. Nem, az úgy gondolsz, hogy Bergenti Koncert, vesző tánc, vesző jazz, és szalon zenekar. Na most ezekből a szalonzenekar egybe, ez maradt meg. Kérlek szépen, a hosszú csaj volt. Ez elment Amerikába, elvégezte a Berkeley Jazz School. Nálunk csak énekelt, meg a vele éneklő, változó éneklő csajokat bögdöst, hogy ne azt, mert szétrugom a fejedet, meg pofán vágnak, még ezt meg mered csinálni. Szóval ezek után az történik, hogy elvégezte a Berkeley Jazz School-t Amerikába, férhez ment, van három fia, és szeretne hazajönni. Mert állandóan Pista, hazajövök. A másik, a következő csapatból, mondjuk mondok egy nevet, Jan Zakata. Jan Zakata 5,5 évig volt nálunk. Igen. És amikor elment az Operett színházba, primadonnának, már mindjárt az első szerep, a primadonna szerep volt, amikor elment, akkor volt nálunk egy másikének, a Pécsi Nellike, aki operaszakon akkor végzett. Osztálytársa volt a mostani operaház főigazgatójának, osztálytársa, mert az is énekes volt. Együtt jártak zeneakadémiára. Akkor végzett. Én ezt tudtam. Tudtam, hogy most fog végezni egy hónap múlva a Nelli. Mondom, Nelli, a Kata elmegy, te meg ki vagy rúgva. Szóval miért? Mondom, a következőért. Mert én annak idején, amikor eljöttél hozzánk 3 évvel ezelőtt, én megmondtam a tanárodnak, akit nagyon jól ismerek a Zeneakadémián, és oda mentem, és megkérdeztem, hogy eljöhetsz-e hozzánk énekelni, mert még csak a Zeneakadémia másodikos osztályos voltál akkor. És beleegyezett, csak azt mondta, hogy vigyázzunk, és figyeljünk rá, hogy nehogy elcsúszszál. Most következő. A Kata a barátnőd elment. Elment az operetbe. Tehát ő már nincs, te most végzel. Most azért vagy kirúgva, hogy most hát hagyd abba ezt, jó, amit most csinálsz, és légy szíves, és csináld az operát. És utána énekelte egy Erkel operát, Erkel operát az öreg úr alatt, akinek a lánya színésznő. Mindegy. Basszus volt, meghalt már szegény, osztálytársa volt. Az is annak idején a konziba. Na mindegy, és akkor hát ilyen az élet. És akkor azt mondtam azt mondtam Nellikének, hogy Nellike, ki vagy rúg? Nagyon megsértődött, hogy emlékszem. Most hogy képzeled ezt?
Egy nagyon jóba voltunk a Nellyvel, tehát erre konkrétan emlékszem. Eltelt fél év, és összetalálkoztunk, és megköszönte. Köszönöm, Pista, hogy kirúgtál. Mert ő benne volna. Volt abban, hogy éjszaka megyünk pasizni, és akkor ide megyünk, különben férhez ment valahova. Igen, külföldön él. Nem Ausztráliában. Ausztráliában egy milliárdos hozzá. Reméljük, hogy nagyon jól érzi magát. Édes Istvánom, elszaladt az látod, idő. Pedig még a lányokat még csak nem is vettük végig, mert abban is vannak lehetőség, abban, hogy kb. 80 lányban, akik voltak nálunk. 1980. És még mennyi mindent nem említettünk, de hát mindegy. De mondom, én mindig ezeket azért kezdtem el csinálni, mert imádom a zenét, és hogyha valamit, akkor mindig egy másik zenei stílust. Uh-huh. Nem akartam beállni a sorba, nem akartam olyan lenni, mint a többi. Hogyha egy várat meg akarsz mászni, ez volt az egész életemben, ez talán jó lesz konklúziónak. Ha egy várat meg akarsz mászni, és minden létre tele van, akkor keresni kell egy olyan létrát, amin senki nincs, uh-huh. és azon elindulni. És csupa ilyen létrákon másztunk fel. Mi nem akartunk senkit lerúgni magunk uh-huh. elől. Kerestünk egy másik létrát. Ez a mai beszélgetésnek a konklúziója. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Jó étvágyat! De azt hiszem, hogy... Azért mondom, hogy előbb jött. Névjegy van az egésznek az elején, tehát oda van téve, milyen díj, ilyen díj, életről, stb. Belekezdünk egy beszélgetni. Jó, hát. Nagyjából behoztuk, nem? Jó, menjünk. Jó. Illám aranyom, nem tudom, hogy a feleségem mit szólna hozzá, hogyha ilyen enyhén. Hát ez finom, figyelj, nem én készítettem. Nagyon. De hát ilyen az élet. Lehetünk, jó, csapó. Családban van ilyen. Most ezt veszitek még, vagy igen. Már? Jó. Ó, ja. A Lillás reggeli már a Facebookon is követhető. facebook.com/lillásreggeli A forgatási helyszínt a Gunda étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott.